Sziasztok, kedves nézőim! Mai videónkban korunk egyik legfontosabb és legaktuálisabb témájáról, a nukleáris fegyverekről lesz szó. Az emberiség napjainkban számos globális problémával néz szembe, de abban minden szakértő egyetért, hogy az első számú feladat a nukleáris háború elkerülése és a béke megőrzése a Földön. Nyílt és titkos nukleáris fegyvertesztekről egyaránt gyakran hallunk a médiában. A robbantások mindig arra emlékeztetnek minket, hogy az emberiség milyen mértékű pusztító erőt teremtett saját maga ellen. Na de mi történik egy robbanás után? Milyen utóhatásokkal jár egy nukleáris fegyver bevetése? Mely országok rendelkeznek nukleáris csapásmérő erővel? És mi az a nukleáris tél? A kérdésekre videónkból megtudhatjátok a válaszokat. 2022 nyarán a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet elemzői arról számoltak be, hogy a nukleáris fegyverek bevetésének kockázata a hidegháború vége óta a legmagasabb szintre írt fel. Véleményük szerint a nukleáris fegyverek szerepe jelentősen megnövekedett az új katonai stratégiákban. Az atomfegyverekkel rendelkező országok, az úgynevezett Nukleáris Klub egyes tagjai a közelmúltban lényegesen felerősítették nukleáris retorikájukat. A Nukleáris Klub elnevezés a nukleáris fegyverekkel rendelkező államok csoportját jelenti. A csoport tagjai az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína, India, Pakisztán, Izrael és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság. Mellettük számos NATO-tag és amerikai szövetséges ország területén találunk nukleáris fegyvereket, köztük Németországban, Olaszországban, Kanadában, Belgiumban, Hollandiában, Törökországban és feltehetően Japánban és Dél-Koreában is, bár az utóbbi két állam kategórikusan tagadja ezt az állítást. A szakértők szerint az imént felsorolt országok bizonyos körülmények között képesek lennének atomfegyvert bevetni. Az utóbbi időben a Vlagyimir Putyin által képviselt Oroszország nukleáris arzenáljával már az egész világot fenyegeti. Putyin kijelentette, hogy az Orosz Föderáció területi integritásának megsértése esetén minden rendelkezésre álló eszközt hajlandó bevetni hazája védelmének érdekében. A világ elítélte a diktátor veszélyes nyilatkozatát, emlékeztetve őt arra, hogy nem csak Oroszország rendelkezik atomfegyverrel. Egy ilyen háborúban azonban senki sem nyerhet. Az Egyesült Államokban is arról beszélnek, hogy bármikor készen állnak nukleáris csapást mérni, de nem Oroszország miatt, hanem Észak-Korea fenyegetése miatt, amely feltehetően szintén egy atomháborúra készül. A szakemberek 2022 elején összesen 12.700 darab nukleáris robbanófejet számoltak össze szerte a világon. Közülük több mint 9.400 darab volt a katonai raktárakban elhelyezve, míg a többi már hadrendből kivonva szétszerelve várakozott. A katonai raktárakban található mintegy 9.440 darab robbanófejből, 3.730 darab az operatív erők kezében van. Ezek közül összesen kb. 2.000 darab amerikai, orosz, brit és francia robbanófej folyamatosan magas készültségi szinten várakozik, és szinte azonnal bevethető. Az első ország, amely kísérleti atomrobbanást hajtott végre, az Amerikai Egyesült Államok volt 1945. július 16-án. A teszten egy 20 kilótonnás atombomba robbantását hajtották végre az Egyesült Államok légierejének új-mexikói lőterén. Jelenleg továbbra is az USA az első és egyetlen ország, amely katonai célokra használt fel atomfegyvert. 1945. augusztus 6-án és 9-én az Egyesült Államok atombombákat dobott le Hiroshima és Nagasaki japán városokra. A fegyver alkalmazása Japánnal szemben nem pusztán katonai célból, hanem inkább politikai célból történt. Japán mellett a Szovjetuniót is meg akarták félemlíteni a fegyverrel, valamint a katonai erejüket is demonstrálni kívánták az összes többi nagyhatalom előtt. Az első termonukleáris tesztre 1952. november 1-én került sor az Eniwetok katolnál. 1952 óta az Egyesült Államok 66.500 darab nukleáris fegyvert állított elő, több mint 100 különféle modifikációban. Az Egyesült Államok egy teljes értékű nukleáris hármassal rendelkezik. A nukleáris hármast az atomfegyver bevetésére képes légi, szárazföldi és tengeri eszközállomány jelenti. Az USA azonban fokozatosan csökkenti nukleáris potenciáját. Az amerikai fegyveres erők jelenleg 5.428 darab nukleáris robbanófejjel rendelkeznek. Ezek közül mintegy 1644 darab aktív, 1720 darab pedig már kivonva szétszerelésre vár. A Szovjetunió 4 évvel az Egyesült Államok után tesztelt először atombombát. 1949. augusztus 29-én egy 22 kilótonnás bombát teszteltek a Szemipalatinszki nukleáris kísérleti területen.
1953. augusztus 12-én a Szovjetunió végrehajtotta első termonukleáris tesztjét. A szovjetek első atombomba kísérleteig az atomfegyverek egyetlen alkalmazója és a nukleáris klub egyetlen tagja az Egyesült Államok volt. 2023-ban Oroszország számít a világ első számú atomhatalmának. A Szovjetunió megszűnését követően a nukleáris fegyverek nagy részét Oroszország örökölte meg. A volt szovjet tagköztársaságok katonai bázisairól eltávolították a nukleáris robbanófejeket. Az orosz hadsereg doktrinája kimondja, hogy egy nukleáris fenyegetésre válaszul, minden körülmények között jogukban áll atomfegyverek alkalmazása mellett dönteni. Hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadás esetén pedig, ha Oroszország létezése kerülne veszélybe, szintén engedélyezett az atomfegyver bevetése. Oroszország 2023-ban a nukleáris erők egy nagyszabású hadgyakorlatát tervezi végrehajtani stratégiai elrettentés céljából, cirkáló és ballisztikus rakéták tesztelésével együtt. Az ország nukleáris robbanófejeinek száma 7000 darab. Az Egyesült Királyság 1952. október 3-án hajtotta végre első nukleáris kísérleti robbantását egy 25 kilótonnás bomba tesztelésével az Ausztráliától északnyugatra fekvő Montebello szigeteknél. Az Egyesült Királyság 1957. május 15-én a polinéziai Karácsony-szigeteken hajtotta végre az első termonukleáris tesztet. Az Egyesült Királyság az egyetlen olyan ország, amely nem végzett teszteket a saját területén. A britek előszeretettel hajtottak végre atomrobbantásokat Ausztráliában és a Csendes-óceánon, de 1991-ben úgy döntöttek, hogy további tesztet nem folytatnak le a jövőben. A brit nukleáris robbanófejek száma 215 darab. Franciaország 1960. február 13-án hajtotta végre első nukleáris kísérletét. A teszt során egy 20 kilótonnás töltetet teszteltek az algériai Regganoázisban. Az első termonukleáris tesztet pedig 1968. augusztus 24-én a Mururoa atollnál végezték el. Franciaország összesen több mint 200 atomfegyver kísérletet hajtott végre, az első francia-algériai gyarmatban történt felrobbantástól kezdve a francia-polinéziai atollon végrehajtott tesztig. Érdekes módon Franciaország következetesen mindig megtagadta, hogy részt vegyen más nukleáris országok békekezdeményezéseiben. Az 1950-es évek végén nem csatlakozott a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumhoz. Az 1960-as években nem írta alá nukleáris kísérletek tilalmáról szóló szerződést, és csak az 1990-es évek elején csatlakozott az atomsorompó egyezményhez. A francia nukleáris robbanófejek száma 300 egység. A Kínai Népköztársaság első nukleáris kísérletét 1964. október 16-án hajtotta végre, amikor egy 20 kilótonnás bombát robbantottak fel a Lop-Nor-tó környékén. Három évvel később, 1967. június 17-én pedig már termonukleáris kísérleteket hajtottak végre ugyanazon a helyszínen. Kína az egyetlen olyan ország, amely elkötelezte magát amellett, hogy nem indít nukleáris csapásokat és nem fenyeget atomtámadással olyan államokat, amelyek nem rendelkeznek atomfegyverrel. 2011 elején Kína bejelentette, hogy atomarzenáját csak a minimálisan szükséges szinten tartja fenn. A kínai védelmi ipar azonban azóta négyféle új ballisztikus rakétát fejlesztett ki, amelyek mindegyike képes nukleáris robbanófejek célba juttatására. A bizonyos minimális szintek pontos mennyiségi meghatározása tehát egy nyitott kérdés. A kínai nukleáris robbanófejek száma feltehetően 270 egység. India 1974. május 18-án hajtotta végre az első nukleáris töltetének, egy 20 kilótonnás bombának a tesztjét a Pokhárán kísérleti telepen Rajasthan államban. India hivatalosan nem ismerte el azonnal, hogy birtokolna atomfegyvereket, csak 5 évvel később 5 nukleáris bomba, köztük egy 32 kilótonnás termonukleáris robbanófej föld alatti kísérlete után nyilatkozott a világnak. A robbantásokra 1998. május 11 és 13 között szintén Rajasthan tartományban került sor. Az indiai nukleáris robbanófejek száma kb. 120-130 darab. A közös határon rendelkező, állandó ellenséges helyzetben lévő India és Pakisztán mindig a saját szomszédja utolérésére törekszik. A versengés arról nem kivétel a nukleáris fegyverkezés sem. Az 1974-es indiai tesztet követően csak időkérdése volt, hogy Iszlámabád mikor alakítja ki saját atomarzenáját. Pakisztán akkori miniszterelnöke kijelentette, ha India kifejleszti a saját nukleáris fegyverét, akkor mi is elkészítjük a miénket, még akkor is, ha ennek érdekében füvet kell lennünk. 1998. május 28-án és 30-án a Chagai-hilszi kísérleti helyszínen, Balujisztán tartományban Pakisztán 6 darab nukleáris töltet föld alatti tesztjét hajtotta végre. A pakisztáni nukleáris robbanófejek száma 130-140 egység.
2005 közepén a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság bejelentette saját atomfegyverének létrehozását, amellyel egy évvel később, 2006. október 9-én végrehajtották az első föld alatti tesztrobbantást. A bomba körülbelül 1 kilótonnás volt. A második bomba kísérletet egy 12 kilotonnás töltettel 2009. május 25-én hajtották végre. 2012-ben Észak-Korea hivatalosan is atomhatalommá nyilvánította magát, az ország alkotmányának módosításával. Az észak-koreai nukleáris robbanófejek pontos száma nem ismert. Egyes adatok szerint számok nem haladja meg a 20-at, míg más források szerint akár a 60 egységet is elérheti. 2023-ban Észak-Korea egy újabb atombombát készült tesztelni. Izrael nem kommentálja az atomfegyvereinek létezéséről szóló információkat, azonban a szakértők véleménye szerint a 60-as évek végétől, de minden bizonnyal a 70-es évek elejétől kezdve már saját tervezésű nukleáris robbanófejekkel rendelkezik az ország. Az elemzők Izrael nukleáris tölteteinek számát 150-400 darabra becsülik. Izrael valószínűleg Dél-Afrikával közösen végez kísérleteket. Ezek közül a leghíresebb az 1979-es nagy magasságú űrteszt, az úgynevezett Vela incidens. Az uránhiány miatt azonban a termelés mindössze csak 30%-át képes fedezni a teljes uránszükségletnek, ezért egyes vélemények szerint az izraeli atomarzenál tölteteit manapság az atomerőművekben kénytelenek inkább felhasználni. A helyzet különlegességét adja még, hogy Izrael nem volt hajlandó aláírni a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződést sem. Az izraeli robbanófejek becsült száma körülbelül 80 egység lehet. Becslések szerint a bolygón körülbelül 13 ezer darab nukleáris fegyver található. A valóságban ez a szám 30%-kal magasabb lehet a titkos fejlesztések és a nem hivatalos szállítások miatt. Most gondolkozzatok el ti is azon, hogy mi történne a Földdel egy atomháború után. Az Egyesült Államok és Oroszország közötti nukleáris háború eredménye nem csak a két ország teljes megsemmisülése lenne, hanem egy nukleáris tél is, amelybe az egész Föld legalább 10 évre belezuhanna. A két állam nukleáris arzenáljára vonatkozó adatok alapján a klimatológusok modellezték a lehetséges következményeket. Az atomfegyverek felhasználása esetén mintegy 147 millió tonna korom kerülne a bolygó légkörébe, amely felhő kialakulna és elzárná a napfényt. A folyamat eredményeként 9 fokkal csökkenne az átlaghőmérséklet a bolygón. Mindössze alig néhány hétbe telne, még a stratoszférában uralkodó szelek az egész légkörben széterítenék a koromport. A korom eloszlása a tudósok szerint legalább 7 évig tartana. Ezután még legalább 3 évre lenne szükség ahhoz, hogy a napfény a normál szintre helyreálljon. A nukleáris háború erős monszunokat is kiválthat, változó felszíni hőmérsékletet eredményezhet a Csendes-óceán egyenlítői részén, és megváltoztathatja az El Niño ciklusokat. Ezek a jelenségek az éghajlati helyzetet nagy mértékben befolyásolják. Joshua Koop klímakutató felhívta a figyelmet arra, hogy ez a tanulmány már a negyedik változata annak a forgatókönyvnek, amely leírja, hogy mi történne egy nukleáris háború után a Földön. A tudósok az eredményeket összehasonlították egy nagyszabású modellezéssel, amelyet a NASA Goddard űrkutatási intézetének munkatársai végeztek el. Az új projekt a nukleáris robbanások légkörre gyakorolt hatásának egy szűkebb területére, 60 kilométerre koncentrálódik, így pontosabb információkat ad a korom terjedésének dinamikájáról. Egy nemzetközi klímakutatócsoport arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország és az Egyesült Államok közötti nukleáris konfliktus esetén mintegy 360 millió ember halna meg. További 5 milliárd vesztené el az életét a háború következményei miatt kialakuló éhínségben, mivel a világ mezőgazdaságának körülbelül 90%-a megsemmisülne. Az India és Pakisztán közötti háború is feltehetően egy nukleáris konfliktussá alakulna. Ez a háború az összes kulcsfontosságú növény terméshozamának csökkenését okozná legalább 5 évre, ami miatt emberek 100 milliói halnának éhen. Globálisan az élelmiszertermelés átlagosan mintegy 7%-os csökkenése következne be. Becslések szerint egy ilyen háború 2 milliárd ember halálát okozná világszerte. Videónk itt véget ért. Lájkold te is a videót, ha érdekesnek találtad, és írj kommentet is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!